A székesegyház orgonája látványában és hangzásában is uralja a nagy templom belső terét. A rendszerváltást követően nyílt arra lehetőség, hogy a II. Világháborúban megsemmisült eredeti hangszert hasonló méretű és hangzású darabbal pótolják. Az Aquincum orgonagyár készítette az új orgonát, felhasználva az augsburgi Jézus Szíve templom elbontott orgonájának sípsorait. A régi hangszer látványát idéző 12 méter magas vörös fenyőből készült orgonaházat a háborús romok között talált és restaurált szobrok díszítik. Ez tulajdonképpen univerzális orgonának mondható, hiszen barokk darabokat, mind romantikát, mind modern irányzatokat lehet rajta játszani, szépen megvannak azok a regiszterek, amelyekkel ez megvalósítható. Ugyanakkor mégis, és ez elsősorban az augsburgi adománynak köszönhető, egy német romantikus orgonáról volt szó annak idején, amit elbontottak, illetve hát ugye újat építettek helyette ott Németországban, és ennek megfelelően ezeknek a regisztereknek a hangzásvilága, ez a romantikát idézi, tehát nagyon jól lehet rajta német, illetve francia romantikát játszani, amit én meg is teszek nagyon gyakran. A jubileum alkalmából csütörtökön este 19 órától koncertet tartanak a Székesegyházban. Elhangzik többek között Bach és Liszt mű, továbbá Louis Wirn francia szerző ünnepi miséje. A koncertműsort úgy állították össze, hogy bemutassa az orgona szinte összes hangszínét és regiszterét. A koncerten közreműködik a Vox Savarier ökumenikus vegyeskar. Ezzel zárul a Martinus Orgona Fesztivál idei évada.